Bicsi, azt döntsd el, hogy mit akarsz. Ezzel most még nem lehet elmenni iskolába, azt magyarázni. Mert baszd meg, ha eljárok már úzni, akkor megvan mindenre a pénzem, azt akkor tudom, hogy van valami. Ez így meg miért, meg én rohadok a kettő suliba. Egyetlen egy bajotok van nektek, anyáddal együtt, hogy én nekem is van valaki az életemben. Ne leszorom, hogy van, baszd meg, de a fiatal nem törődsz, nem? És itt te fejezd be, mert én itt hagylak a kicsába, és soha többet nem értem. Na gyere, na gyere! Hát, baba. Üljél, gyerek! Üljél, meg itt lehet a buzite! Éres kagyar, lassító, kurva sút! Jó, párom, vissza, egy! Oké, elég! A lényeg az, hogy rollisztassak meg minden. Aztán a végén úgy halnák meg legszélesebben, hogy megpusztulnak egy autóba. Éves fiamnak keresek tisztességes munkát. Otthatta az iskolát, családjókat. Nem lehet ilyen hülye, ilyeséget föl. Kicsi, ha még egyszer azt mondod anyádra hülye, komolyan mondom, hozzád vágok valamit. Keres inkább csajmutárba, az nem elúr. Rajta lévő lakatot, Jani meg a Csabi lefeszítette egy feszítővassal. A vádottak miután a gépkocsit megpakolták, az eltulajdonított dolgokkal másodrendű fiatalok most a bíróság kettő időn tartam meg próbára bocsájtja, és megállapítja, hogy pártfogó felügyelet alatt áll. Kíván ehhez hozzáfűzni valamit? Hát szerintem a pártfogó az hülyeséget beszél. Pártfogó hülyeséget beszél? Így van. Most be vagyok rúgva minden, az előbb azt hallgattam, tudod, amit mindig régen hallgattál, tudod, ez az édes kisfiam, tudod. Nem tud más eszembe jutni, csak te, tudod, Fater. Tudom, hogy szemét voltam veled mindig, meg minden, tudod, Fater, de nagyon szeretlek téged, érted? Szent este is mindig eszembe jutsz, nem tudok másra gondolni, csak rád, érted? De valami nagy versenyre elindulni, aztán ott valami jó kis helyezést lejött, és az első három ugrán lendékú, valami. Igaz, Ricsi? Valami jó kis verseny. A világbajnokság elég lenne. Az Európa bajnokság is.